Üdvözlöm nézőinket! Fornosi D. Júlia vagyok. A mai beszélgető partnerem fiatal, elhivatott, figyelmes, jóhumorú, energikus. Legalábbis ezt mondják róla a körülötte lévők. Rá van bízva a beregszászi református ifjúság irányítása. Nem más ő, mint Margitics János. Vele ismerkedünk ma. Szervusz! Szervusz! Ha jól tudom, te Mezővárban születtél. Nagyon helyesek az ismereteid, igen. Megosztanál velünk pár nagyon megragadó ifjúkori élményedet? Ha Mezővárira gondolok, akkor hát jóformán én ott szocializálódtam, alapból a tájszólásomat ott kaptam meg, amit nagyon sokáig le akartam vetközni, de utána rájöttem, hogy ez végül is nagy ajándék, mert valamit így az őseimből hordok tovább a beszédemben. Ott voltam nagyon rossz gyerek. Azért nagyon jó volt falunk felnőni, mert a teret úgy tudtuk kezelni szerintem, ami különleges élmény minden gyerek számára, hogy kimensz, amikor már megfelelő nagy vagy, és akkor játszol, biciklizel, felfedezed a falut, elszoksz fürödni. Akkor kiderül, átéled az első életed legnagyobb drámáját, hogy megtudták. Nagyon szerettem ott felnőni, mert egy különleges hely az én életemben. Jó volt ott lenni, meg családban lenni. Mi amúgy is egy olyan családot tudhatunk a magunkénak, ami egy hihetetlen nagy egység. Én az unokatestvéreimet is testvéreimnek tartom. Keresztapámat, meg keresztanyámat, úgyhogy jó, hogy anyu, meg apu. És a édest, azt hogy? Anya, meg apa. Aha, csak a végződés van. És én világ életemben így voltam vele, hogy ez a természetes, úgyhogy csak így zanzásítva jut eszembe, hogy mi mindent éltünk át otthon Váriba, de aztán volt egy nagy élményem, hogy szépen lassan elkerültem tanulni a nagyvárosba, Beregszászba. Felvettek a gimibe, egy év csúszással, a 5. osztályból felvételiztem, és aztán ide kerültem, és kollégista lettem. És az volt életem egyik legmeghatározóbb nagy kalandja. A kollégium? Persze, persze. Hát ilyen pici voltam, amikor bejutottam, és rögtön kollégium, csapat, banda, fiúszoba, stb. A legnagyobb életélmények ide kötnek ehhez a gyerekkorhoz, amit itt éltem meg. Nekem nagyon nagy löketet adott, nekem a legidősebb unokatestvérem nagyon fiatalon meghalt, és ő ide járt, és arra talán még homályosan én is emlékszek, hogy amikor megtörtént a családban ez az eset, akkor mondtam, hogy ne sírjatok, majd én befejezem. Hát itt olyan mély kapcsolatokat fontunk egymás köré, hogy sülve-főve együtt voltunk, együtt tanultunk, együtt oldottuk meg az élet nagy dolgait, és nagyon kényelmes úgy suliba járni, hogy az ember reggel csak felébred, kitakarózik, beleugrik a ruhájába, és kilenn van az osztályba. Vannak a kollégiumnak szabálya is, nyugtass meg, tehát, hogy 11 abszolút, éves... vasfegyelem. Mindig mélységesen felháborodtam, hogyha valamilyen csintevést érzékeltem magam körül, mert én ezektől kategórikusan elzárkoztam, és szerintem most a régi nevelőim itt fordulnak le a székre, meg a tanáraim. Nem tudom, nem voltam egy túl stabil jó gyerek, azért nem állt meg a kezem között a levegő. Elég sokszor kellett úgy rám szólni. Na már most, ha adott egy ilyen életigenlő fiatal fiú, mint te vagy, akkor lehet, hogy picit nagy ugrás lesz, de mi vezetett odáig, hogy a református lelkészi pályára lépj? Hát ez talán még nekem is nagy kérdésem sok tekintetben, de megvan rá azért a válaszom, mert valahol megértettem én ezt magamnak. 16 éves koromban voltam a KT oktatásom a csúcson, akkor konfirmandus táborok, konfirmandus hetek, és nagyon nagy hatást tett rám az ige. Olyannyira, hogy egyre elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy én valami olyat csináljak, ami nem ehhez kapcsolódik szervesen. És nagyon későn mondtam ki magamnak azt, hogy talán a lelkipásztori pálya lesz a legjobb. Mindig ahhoz kötöttem magamnak a dolgokat, hogy a szolgálat az megmaradjon erősen. És végül rájöttem, osztottam, szoroztam, hogy ez akkor lesz kompromisszummentes a legkevésbé, hogyha elmegyek teológiára. Nagyon nehéz volt kimondani, mert ugye nem is úgy tűntem, meg szerintem sose voltam egy ilyen klasszik teológusnak kinéző gyerek a magam
vihar természetével, de volt egy olyan megállapodásunk Istennel, hogy én elindulok ezen az úton, és hogyha neki nem tetszik, akkor nyom rá egy stoppot egyértelműen, olyat, amiből én is érteni fogok. És talán ez így legérthetőbb formában összeszedve. Volt egy konkrét elhívás, vagy valami, amire nagyon emlékszel, hogy nagyon határozottan, akkor jó, ez leszek. Tehát nem akartál soha futballista lenni, vagy matek tanár? Volt ilyen pillanat, és ez nagyon személyes, és az én életemben egyszer voltunk egy kiránduláson, és ott bementünk egy templomba, és abba a templomba húztunk egy igét. Az egy annyira egyháztól távoli kirándulás volt, hogy az ember nem is igazán számított ilyesmire, és kihúztam a kosárból egy ilyen biztató üzenetet, ránézett a felügyelő tanár, aki kísért minket, és na látod, János, neked papnak kell lenni. És én ettől nem tudtam szabadulni. Tudod, az, amikor beleveszi magát az agyadba valami, és egy idő után ez már nem csak gondolat, hanem érzés is, és érzésen túl már koncepció, és látod benne magad, és nem, és végül mégis. És hát én azt mondom, hogy én jól is érzem így magam. Nagyon. Én nagyon szeretem a lelkészséget. Persze ez nagyon sok próbatétel van benne, meg nem is éreztem az elején hitelesnek magam. Hát szerintem egy ilyen kora 20 éves fiatal nagyon nehezen tudja hirtelen egyik pillanatról a másikra lelkésznek érezni magát. De aztán egyre csak húz és húz a dolog. Nekem egy kicsit ilyen misztikus élmény volt ez úgy az egész életemben, hogy nem tudtam megmagyarázni pontosan, hogy miért, de tudtam, hogy nekem ezt meg kell próbálnom. És amúgy biológia földrajztanár akartam lenni. Csak a történeti hűség kedvéért akkor befejezted a gimnáziumot, és akkor utána mi következett? Még a gimnázium utolsó évén jártam felkészítőre, itt Kárpátalján szokás, hogy a teológusokat egy kicsit megtámogatják tudással. Ahogy befejeztük, összeszedtem az irataimat, és Sárospatakra a meghallgatás után beadtam a jelentkezést. Persze nagy gyomorideg, mert elmegyek, nem is ismerem annyira az egyházi közeget, mert nem egyházi iskolába tanultam, és hát ez hátrányt tud jelenteni, amikor az ember mondjuk egy ilyen nagyon egyházközeli posztot képzel el a jövőjének, de aztán szépen lassan le lehetett ezt tornázni. És nyilván az elején nem tetszett, mert mondjuk Sárospatak Beregszászhoz képest kicsi. És nekem ez tök furcsa volt, hogy Magyarországon van egy olyan város, ami Beregszásztól kisebb. Aztán megszoktam, megszerettem, és ott is elkezdtem a teret kezelni. Meg ott is nagyon jó csapat verbuválódott. Nem tudom, nekem a kollégiumi éveim azok összesen 13 évet tesznek ki az életemből. Úgyhogy nekem mindig meghatározó volt az, hogy kikkel vagyok együtt. Az itteni barátaid, amikor először bejelentetted, hogy te most református lelkész leszek, mi volt az első reakciójuk? Hát fogalmazzunk úgy, hogy őket meglepte. Olyan csoportdinamikában voltunk benne, hogy én voltam a hangadó, és néha, hogyha bealudt a buli, hát akkor nem jól adtam meg a hangot. És hát most már ezeket nagyon bánom, de ott akkor ezt így nagyon nehéz volt így a kortársaimnak elmondani. Aztán elfogadták, számomra meglepő módon, elég jól is vették, sőt, még néha érdeklődtek és támogattak is, de nem volt egy egyszerű dolog. Van olyan pillanat még a Sárospataki évekből, ami nagyon nehéz volt? Hát azért ott az ember szembesül vele, hogy mi minden az, amit meg kell tanulni. Az nem gyenge anyag, és valahogy, nem tudom, hogy, de mintha reálos beállítottságú lennék. És az meg azért humán többletű anyag, és az elején nehéz volt bepótolni azt, ami mondjuk nekem nem olyan szinten volt, meg biblia ismeret, hitvallás ismeret, egyházi énekanyagtudás, és sorolhatnám még, hogy mennyi minden van, de a lényeg az, hogy nehéz volt beleszokni abba a közegbe, ami lemondással jár abból a szempontból is, hogy például ahogy elkerültem teológiára, én többet karácsonykor nem voltam otthon. Se húsvétkor, se pünköstkor. Beleszokni abba, hogy van az életnek egy rendje, most már egy új rendje.
hogy nem feltétlenül mindenben járhatok el a saját akaratom szerint, és hát mondjuk ez próbatétel volt, mert azért betört a fejem, én is voltam 20 éves lánglelkű fiatal, aki jobban tudja, mint az idősebbek, akik már évek óta benne vannak, és én olyan tisztán láttam, hogy hogy lehet javítani a dolgokon. Én ha akkor leszek lelkész, szerintem magamra húzom a terítőt 5 perc alatt, úgyhogy kellett az a 6 év, amíg az ember egy kicsit lassult, bölcsebb lett. Szerinted mi a legnagyobb kihívás egy lelkésznek? Számomra időbe odaérni. A másik legnagyobb dolog pedig az, hogy hát frissnek maradni. Olyan szempontból frissnek maradni, hogy még érződik rajtad, hogy azért az Isten dolgait te komolyan veszed. Tehát nekem ez mindennapos kihívásom, hogy ne azt lássák, hogy segítő szándék van bennem, vagy hogy én viccelni akarok, vagy hogy én meg akarom változtatni a világot, hanem az, hogy ott van az igéből valami, ami jó. Tehát ez szerintem az ige odaélése nem csak prédikációban, nem csak szolgálatokban, hanem az élet egészében is. Nekem ez a legnagyobb kihívás most per pillanat. Megérkeztünk a mai sétánk után, és talán te is megérkeztél-e. Vajon ide úgy érzed, hogy most a jó helyeden vagy? Jó kérdés, de nem bonyolult. Szóval én igen, nagyon. Mert mindenki elképzeli magát valahogy, amikor elhatározza, hogy mi lesz belőle. És én mindig fiatalok közé képzeltem el magam. Nem tudom miért, tehát sokáig ezért úgy furcsán is néztek rám, hogy miért pont a fiatalok közé, meg volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy ez nem is olyan nehéz, meg nem is olyan fontos, szóval volt ennek sok állomása az én életemben, de a fiatalok közt valahogy úgy jól érzem magam, bár most vannak ilyen nagy dilemmáim, hogy egyszerre vagyok kollégium igazgató, és lelkész is, és a hatalom és a lelki gondozás nagyon-nagyon nehezen tudnak jól összetalálkozni, adminisztratív dolgokba toppon lenni. De én ezt nagyon élvezem. És most én speciál nagyon a helyemben vagyok, úgy érzem. Amúgy nem a fiatalokkal a legnehezebb? Mert ők azért úgy még belemernek kérdezni a valós kérdésekbe, és ott nagyon ott kell lenni. Fejben és szívben is, hogy olyat válaszolj nekik, ami kielégíti az ő, és néha-néha provokatív kérdésüket is lehet. Hát én ilyet nem csak a fiataloknál tapasztaltam, de náluk azért benne van a pakliba. Ha valamit úgy izzadságszaggal csinál az ember, előbb-utóbb elmegy tőle a kedve. Nekem még nem ment el. És az nagyon jó szokott lenni, mikor mondjuk egy főiskolás, vagy egy hittanos, vagy egy konfirmandus gyerek egyszer csak úgy ráérez arra, amit mondasz, és a maga módján ezt újra fogalmazza, de a maga felfogásában. És egyszer csak így megjelenik az, hogy jé, valamit elértél egy másik embernél, hogy gondolja át. És igazából szerintem mi lelkészek ebbe vagyunk különösen érdekeltek, hogy érjük el azt a kis apró figyelem felhívást, vagy legyünk abban részesek, hogy úgy érzékeljék a környezetünkben lévő emberek, hogy van egy Isten, és ez az Isten, ez egy személyes valaki, akinek mondani valója van nekem, és nekem akar szólni, és velem akar beszélni, és hogyha ezt ebbe a szolgálatba sikerül nagyon jól belállni, és úgy vannak benne sikerélményeket, akkor madarat lehet fogadni az emberrel.
minduntalan visszatérő kérdés, és nem hagyhatom ki, hogy megkérdezzem tőled, de tényleg itthon képzeled el a jövődet? Mert visszamenőleg megkérdezhetem ezt emberektől, de tőled még úgy is lett volna lehetőséged akár arra, hogy Magyarországon folytasd a pálya, vagy kezd el, nem folytasd, kezd el a pályafutásodat? Lényeg az volt, hogy mikor szépen kerültem egyre közelebb a diplomához, hát én bennem nagyon megtört valami, és nem akartam hazajönni. És emlékszem rá, hogy esti időszakokat vitatkoztunk át emberekkel, hogy de haza kell jönni, mert ha elhagyod a hazát, és én mondtam, hogy nem így van, az más oldala is van az életnek, és a többi. És egyszer csak, amikor eljött a döntés pillanata, hogy na, mit kezdesz magaddal, nem tudtam meghozni ezt a döntést, hogy ott maradok. Képtelen voltam rá. Pedig itt bent 100%-os pozitív és eldöntött, átérvelt dolgok voltak, de nem voltam rá képes, hogy meghozzam ezt a döntést. Valami engem nagyon-nagyon húzott haza. Magamnak úgy tudtam megfogalmazni, hogy muszáj vagyok visszaadni ennek a közösségnek valamit abból, amivel engem meggazdagított. Tehát ez az egyetlen egy olyan mondat van, ami a lehető legkevesebb hiánnyal adja vissza azt az érzést, amikor úgy döntöttem, hogy hazajöttem. És hosszú távon, ha egy mód van rá, és ha csak fogom bírni, és minden a helyén lesz, én szeretnék maradni. Szeretnék maradni, és azokat a kárpátaljai csodákat átélni, amikben én is felnőttem, hogy igazából két kifeszített madzag és három zsíros kenyér az egy hatalmas nagy népi Woodstock lesz, és mindenki örül neki, és nem kell sok az élethez. Persze ez ebbe azért szerintem mi is sokat változtunk, de én szeretem azt a maximalizmust, azzal a minimalizmussal felvegyítve, amiben mi itt néha úgy közepesen félig, így félig úgy, de megoldjuk az élet dolgait. Egy elég kemény év volt ez a 2020. Hogy úgy mondjam, a megfelelő tapasztalat, meg az évek úgy hiányoztak mögüled. A lelkesedés az, ami esetleg, és az elhivatottság, ami tovább gördítheted, de hogyan látod a beregszászi fiatalokat, és hogyan látod ezt az évet így együtt? Hát akkor most egy ilyen internetes mémmel kezdjük, 100% igazi könnyek, kezdem a sírást. 2020 az nagyon egy rossz év volt, tehát ez fergetegesen rossz. Olyan folyamatok álltak össze, minden negyed évben, mert ugye oktatási intézményhez köt a munkám, és ezért negyed év és fél év nálam nem új évkor van szilveszter, hanem szeptemberben, amikor rendesen visszajön mindenki, és végzi a dolgát, tanul meg, stb. És annyi minden tört ketté, és annyi mindent kellett elengedni, és azt mondani rá, hogy jó, menjen, ússzon, mert most ez az Úr akarata. Nehéz volt ez, de azt láttam, hogy érzékenyé váltunk olyan dolgokra, amikre megkezdtünk immunisak lenni. Fiatalokról beszélek csak, például a közösségre. Tehát az, hogy elmehetek ifire, vagy hogy itt lehetek a koliba, ez 2020-nak a második felére annyira felértékelődött, hogy én magam nem hiszem el, amiket kimondanak erre, hogy nem baj, hogy nem lehet ezt, nem baj, hogy nem lehet az, de most itt vagyunk. Érted? Tehát ilyet öreg emberek mondanak ki, akik már 70 évet lezongoráztak, és ők már az életben megtapasztalták, hogy az a fontos, hogy a jelenlétemmel ott legyek, osztozzunk, stb. És most fiatalokból ez jön, és ez egy nagy lehetőség. És most ebbe próbálunk nagyon beleállni mind a ketten a feleségemmel, aki egyébként az én legnagyobb támaszom emberileg, mert hát ha ő nem lenne, szerintem sok minden másban eléggé lehangolt lennék már ebben az évben. Ő nagyon, nagyon aranyosan kísért, és hát ha van ilyen, hogy segítő jobb, akkor ő segítő két jobb. Szóval, hogy nagyon, nagyon sok mindenbe támogatott. Ő is lelkész, ugye? Abszolút. És Pataknak köszönheted? Nem. Nem? Nem. Amikor elmentünk nyáron Krisztáboroztatni Ung megyébe, azt mondta a lelkész 4 hét tábor után, hogy egy 5. vállaljunk be. Mondom neki, hogy hát ez már sok lesz, anyámék már otthon így is kicsit nehezen viselik, hogy csak a szennyest viszem haza, és mentem. Meg már én is éreztem azt, hogy 4 hét táborozás az mintha sok lenne. Na de az a lelkész, akit egyébként Szanyi Györgynek hívnak, nagy hatással volt rám mindig, és azt mondta, hogy oda mennünk-e, és pont.
Hát és én erre, mint jó katona, nem tudtam nemet mondani, és ott megismerkedtem az én kedves feleségemmel. És rá 3 hónapra összejöttünk. És akkor ő cukrászszakács volt Ungváron, és ő csokiból csinált nekem nyuszit, aszalt, szilvás dolgokat, szóval terebélyesedtem a szerelem erősödtével, és egyszer csak a derültékből közölte, hogy ő lelkész lesz. Igen, és nagy meglepetésként ért, pláne, hogy én nagy női lelkészség kritikus voltam, és azt mondtam, hogy ez talán nem a nőknek a legjobb, és azt mondta erre az úristen, hogy akkor tessék, szeress bele ebbe a lányba, azt tanuld meg, hogy nem értesz te annyit az élethez, mint amennyit gondolod. De örültem neki, hogy végül is így alakult, mert ott Patakon együtt tudtunk lenni majdnem 3-4 évet, és voltunk együtt ösztöndíjon, Kolozsváron, meg csomó-csomó élményünk van. Hát az úr ajándéka. Itt van a karácsony. Szerinted mit kell az idei karácsonyon végig gondolnunk? Hát elsősorban is az, hogy ki lakik a szomszédba. Azért mondom ezt, mert valahogy úgy rám nehezedett ezen az éven, hogy sok ember lesz most egyedül. Nagyon kevesen tudják bevállalni a hazautat. Most úgy érzem, hogy nagyon nagy teher fog rá nehezedni azokra, akik körülöttünk vannak, és valahogy egy tárca süteménnyel, vagy egy kávéval, vagy egy közös vacsorával, azokra az emberekre kéne nagyon odafigyelni, akik ott vannak a környezetünkben, és egy olyan egységet összehozni, amiben eddig még talán nem volt részünk, de úgy felkarolni azokat, akik egyedül maradnak. Mert mikor elkezdtem a lelkészséget, én 2,5 évig laktam egyedül egy parókián. Az egy nagyon nehéz időszak volt számomra magánéletileg, amikor volt olyan, hogy szabad napom volt, és nem találkoztam emberrel, és meg se kellett szólaljak. És megtapasztaltam azt, hogy ha magányban nincs, aki rám nyissa az ajtót, azért az nagyon rossz dolog. És én most a karácsonyban, mint szolgálatot, ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy forduljunk oda azok felé, akik egyedül lesznek. Ha pedig saját magunkra nézünk, akkor ebben a karácsonyban érdemes lenne, nem, most tudom, ez gics, meg minden, meg úgy veszik az emberek, hogy ez sok, de nem az ajándékozásra figyelni most ebben az időszakban, hanem arra, hogy valami lelki tartalmat töltődjek fel. Mert egy ilyen nehéz év után egy másik nehéz vár ránk, mert ha újra is indul minden, nagyon nagy szükség lesz arra, hogy édesapák, édesanyák, gyerekek, fiatalok, idősek ott legyenek lelkileg, toppon legyenek lelkileg, és én hiszem azt, hogy ez szentírás nélkül, közeg nélkül, közösség nélkül nem nagyon fog menni. Úgyhogy én ezt ajánlom ebben az ünnepben mindenkinek, hogy ragadjuk meg azt a rengeteg online közvetítést, töltődjünk fel lelkileg, mert lehet olyan emberek fognak elénk kerülni, akik mellett nem tudunk tovább menni, mert nekünk kell ezt róla gondoskodni. Amiről nem tudom levenni a gondolataimat, az az én dolgom. Tehát ha valami oda beakadt, akkor nekem azzal foglalkoznom kell, és ha látok egy ilyen embert, egy ilyen valakit, akkor nem tudok tőle tovább menni. Nem csupán neked akkor, hanem akkor mindannyiunknak, hogy lássuk meg azokat a helyzeteket és embereket, akiknek és akikre nekünk van szükségünk, mert nem biztos, hogy csak neki van szüksége, hanem nekem is épp úgy van rá szükségem, mint ahogy neki. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Húsás. Azt hiszem, amíg ilyen elhivatott, nyílt szívű, jó humorú, életigenlő fiatal lelkészek vesznek minket körül és gyermekeinket, bízhatunk a jövőben. Köszönöm figyelmüket! Áldott karácsonyt kíván az Arcképmás szerkesztői csapata. A viszontlátásra!